Július elején szólt egy ismerősöm, hogy van Hajdúhatházon egy labda zsonglőr, akinek bár világrekordjai vannak, mégis a legmélyebb nyomorban él. Dézsi Zoli ment el hozzá, és kiderült, hogy mindkét hír igaz, a fiú tényleg mindent tud a labdával, és az is, hogy nyomorog. A viskójában szinte semmi sincsen, ami mégis azt meg ellopják tőle. Ő meg kedélyes nyugalommal viseli mindezt, és sanyarú sorsa ellenére majdnem vidáman éli az életét. Az a riport azóta is az egyik legnézettebb hetilapos filmünk volt. Miután leadtuk, rengetegen küldtek apró adományokat a fiúnak. Dézsi Zoli most visszament hozzá, hogy megnézze, hogy jobb-e már az élete. Talán műhelytitok, de azért elárulom. Vannak olyan riportalanyok, akik hozzánk nőnek egy kicsit, akik azután is érdekelnek bennünket, hogy elkészült a róluk szóló film. Nekem ilyen a hajdúhatházi labdazsonglőr László Gyula. A férfi, akinek bár világrekordjai vannak, mégis nyomorban él. Így. Ugye így szoktam este aludni, ugye így felfekszek, ugye imád hozok is, ugye amikor imádkoztam, akkor meg így összehúzom így magamat, így. Ez a felvétel még nyáron készült, akkor mentünk el a 20 éves Gyula otthonába. Idézzük fel most az akkori helyzetet. A házban szinte semmi sincs. Gyula hiába szépítgeti az épületet, amint kilép otthonról, azonnal betörnek hozzá és viszik, amit érnek. Csak itt van világítás. Hát még az ablakot is, hogy azt is elvitik, mert fából van is elvitták télen. Hát gyakorlatilag ebben a házban semmilyen bútorod nincsen. Sem, ugye, mert ami volt egy-kettő, ugye sajnos ellopták is, ugye hát a ruháim. Ellopják az ágyadat, a ruháidat? Igen. Soha annyian még nem nézték meg riportomat, mint azt. És soha annyi levelet nem kaptam, mint a következő pár hétben. Gyulával azóta is rendszeresen beszélgetek, kicsit a barátom lett ez a csupa szívlabda művész. Az előző forgatás óta eltelt pár hónap. Bevásárló listával a kezemben éppen meglepetésre készülök. Karácsony előtt ugyanis meglátogatjuk Gyulát Hajdúhatházon, és nem akarok üres kézzel menni. Két nagy szatyor kaja, meg egy kis pipere, ezt tudom elvinni neki. Azt tudom, hogy Gyula élete megváltozott azóta, egyre több helyre hívják fellépni. Itt például a FODISZ, vagyis a fogyatékos diáksportolókat képviselő szervezet tanévnyitóján zsonglőrködik. De volt a heti napló riportja után oktató nyári focitáborban is. Kérdés, hogy ezek javítottak-e bármit is az élet körülményein, pláne, hogy jön a tél, amelyet tavaly még kályha nélkül vészelt át. Futok este, befutok pocskai kertbe, vagy téglásra, ne fázak. Gyula háza, ahogy a máskor is nyitva áll, így könnyedén be tudok menni hozzá. Azt már az első pillanatban látom, hogy nem olyan üres az épület, amilyen nyáron volt. A fiú kitörő örömmel fogad, én meg átadom a férfi módon, vagyis sehogyan sem csomagolt ajándékokat. Természetesen a legjobban az a tusfürdő tetszik neki, amely ugyanolyan márkájú, mint a kedvenc labdája. Az ajándék bontogatás után leülünk az ágyra, hogy végre megkérdezhessem Gyulától, mennyiben változott meg az élete nyáróta. Nagyon sok ember megkeresett a Facebookon, ugye ő, ami néztek ezt az ATV-s riportot, és hogy ugye kaptam sok útorokat is, meg ugye megkaptam ő pénztámogatást is. Ez utóbbit egyébként már el is költötte, mégpedig a házára. Téglát és cementet vett belőle. Ezeket a falakat tulajdonképpen önök építették neki, és egy olyan kőműves húzta fel, aki szintén ingyen dolgozott, hogy segítsen Gyulának. Ha megint lesz egy kis pénze, jön a tető. Ráadásul amióta nagy a mozgás nála, azóta a tolvajok is békén hagyják. Ugye amióta ez a riportot feltettük a Facebookra, azóta nem tőttek be hozzám, és még a környékemre se jönnek. Új kályhája is van, amit amúgy szintén ajándékba kapott. Ezt tudod, hogyha mindent összeadok, mert több mint 2 millióan megnézték a filmedet? Azt, hát ezt nem tudtam, hogy annyi sokan, de azt tudtam most sokan, hogy 2 millió, hát az, na fú, hát az sok. A riportunk után kapott ágyakat, szekrényeket, hűtőt, mikrót, nyílászárókat, lassan megtelik a korábbi üres ház. Mostanság amúgy a vaskályhának körül a legjobban, amelyet persze a maga módján táplál. Ez egy egyedi lesz.
az lett. Kisvárosban nőttem fel, sűrű raktam én is fát a tűzre, de sosem egyensúlyoztam közben labdát a fejemen. Gyula viszont talán nem is tudja másként. Ő nem csak mondja, neki tényleg a labda a mindene. Tulajdonképpen már csak az olé hiányzik a végére, de majd megtanulja azt is. Ugye erre is nagyon büszke vagyok. Na, azt mondjuk, anya. Ezt kirajzolta neked? Ugye ez, hogy Budapest mellett volt egy fellépésem, és oda jöttek hozzám, és egy 7 éves kisfiú lerajzolt engemet, és azt mondta, hogy hogy én vagyok hát az ő példaképe. A gyerekekkel amúgy is nagyon jóban van Gyula. Szinte hihetetlen, de a legkisebbek is azonnal a bizalmukba fogadják. Ezen az amatőr felvételen például egy 2 évesnél is fiatalabb fiúcskával focizik. Bár akkor látták egymást először, szemmel láthatóan jobb volt közöttük az összhang, mint időnként a magyar válogatottban. Apropó válogatott. Gyulának már szekrénye is van, ebben tartja a ruháit, no meg ezt a címeres mezt, amelyet Dzsudzsák Balázs küldött neki ajándékba. Ugye ezért ő Dzsudzsák írt alá, és ezt ő áveresztetni szeretném, és ebből a pénzt a budapesti Helypár gyermekkórháznak szeretném elajánlani. Ekkor értettem meg igazán, hogy mit is jelent a sokszor használt tékozló koldus kifejezés. Az a Gyula, akinek szinte semmije sincs, és ahogy hamarosan látni is fogják, fillérekért mutogatja a tudását a vásárokban, segíteni akar. Olyanokon, akik szerinte még nála is szerencsétlenebbek. Én nem értek az árverezéshez, ha valaki tud, segítsen eladni Gyulának ezt a dzsudzsákmeszt. Gyula azt is bevallotta, hogy vágyik egy asszonyra, de ahogy mondta, amikor meghallják, hogy a labdazsonglőrködés mellett nincs más munkája, nem írnak neki többet. Van viszont egy másik vágya. Mi szeretnék, hogy a Haró Péternek a sójába megdöntenik egy újabb rekordkísérletet. A Hajdú Péter sójába? Pontosan. Hogy stílszerű legyek, a labdát most feldobtuk, a többi majd kiderül. Közben, ahogyan hallhatták, dudáltak az utcán, megnézzük, hogy ki az. Szervusztok! Szevasz Imre! Gyula egyik barátja Imi jött Panyoláról. A híres panyolai pálinkából ugyan nem hozott, viszont tele a csomagtartó tűzifával, amelyre Gyulának jóval nagyobb szüksége van, mint az alkoholra. Imrével behordjuk a fát a tárolóba, házigazdánktól meg azt kérem, hogy közben szórakoztasson bennünket, örömmel teszi. A Facebookon kutakodva láttam meg azt hiszem a riportot, amit az ATV adott le, és amikor még végig sem néztem a riportot, már egyből hívtam azt az illetőt, aki ott szerepel benne. Imre pár napra meg is hívta magához Gyulát az otthonába, lényegében nyaraltatta egy kicsit. Nagy család volt, ugye 3 gyerek és a 2 felnőtt, és a Gyulát is oda vettük. És én akkor azt éreztem a Gyulán, hogy a 28 év alatt ölelést nem kapott. Közben Gyula is csatlakozik hozzánk, büszkén hordja 2 számmal nagyobb téli kabátját, amelyet az egyik honvéd focistától kapott. Mint kiderül, a ruházata azért még így sem teljes. Nincs téli cipő? Nincsen. Nincsen. Aha. Nincsen téli cipője. Ha tudtam, olaszkoztam. És nem fázik a lábad télen elő? Fázik azért, megmondom, igen. Az az érdekes Gyulában, hogy ezt is mosolyogva mondja. Ő nem az a fajta, aki sajnáltatni akarja magát. Ő talán öntudatlanul, hiszen egyszerű fiú, dilizik a saját szegénységén. Egy órával később már Debrecenben vagyunk, ahol Gyula éppen apró pénzre váltja a tudását. Sűrűn csinálja ezt, hol itt az ország második legnagyobb városában, hol valamelyik budapesti aluljáróban. Pihenésképpen pedig ifjú rajongóit trenírozza. Egyesüljön, lézik kelljen! Gyula itt most komoly edzőként dolgozhat, és ezt jól láthatóan élvezi is. Egymás után végezteti a tinikkel a gyakorlatokat, majd karbatett kézzel, ahogyan talán a nagy trénerektől látta, meg is beszéli velük a tapasztalatokat és a további teendőket. A fiúk meg hálásak ezért. Egyikük annak idején a Heti Naplóban látta először Gyulát. Ráírtam, hogy szia Gyula, Mózes vagyok, és hogy mikor találkozunk, vagy mikor ez Debrecenben, mert szeretnék találkozni. Mit szeretnél megtanulni tőle? Hát amikor így a nyakára berakja a labdát, és akkor így dobálja.
Na, pont ezt csinál egyébként most a hátad mögött, nem látod. És mit szólsz ahhoz, hogy egy ilyen világrekord, ennek gyakorlatilag itt koldulnia kell, hiszen most is kín van a kis sapkája. Hát borzasztó. Szerintem nem ezt érdemelné meg. Gyulának amúgy különösen jó napja van. Talán a kamerának is köszönhető, de két darab ezres is kerül a sapkájába. Van olyan, hogy egész nap nem gyűlik össze neki ennyi. Ráadásul még egy csinos lánynak is udvarolhat egy kicsit, sőt, szintén a maga módján, vagyis labdával a fején meg is kéri a kezét. A hölgy nem mond igent, de nem egy sem. Gyuszi reménykedhet. Meg helyettem elmondhatja a riport végi szokásos stand-upot. Heti napló Bajna László Gyuláról hallottak, és áldás békés karácsot kívánok mindenkinek. Neked is, Gyula. S hogy el ne feledjen, a boldog új évre pedig azt kívánom neked, hogy összejöjjön a legnagyobb álmod, azaz a világ legmagasabb épületének megmászása labdával a fejeden, Magyarország és Hajdúhatház képviseletében. De talán akkor sem leszel szomorú, ha itthon döntesz újabb rekordokat, és tető kerül a házad fölé. És képzeljék el, hogy jelentkezett a minap egy nézőnk, aki elhatározta, hogy megszervezi Gyulának, hogy teljesüljön a legnagyobb vágya, és finanszírozza az áhított utat. Ha valóban összejön, akkor lesz még folytatása ennek a mesének is.